Köszöntöm nézőinket, ez a Gyula TV híradója. Lássuk röviden mai híreinket. Jövőnk a gyermek. Demográfiai kérdésekről rendeztek konferenciát Békés Csabán. 4 újabb eset. 33 koronavírus fertőzöttet tartanak nyilván Békés megyében. Betakarítják a siló kukoricát. 2 műszakban dolgoznak a Gyulai Agrár ZRT munkatársai. Újabb források érkeztek. Közel 1 milliárd forint többlet támogatás jött Békés megyébe. Különleges programok. A világ 12 országából érkeztek magyar fiatalok Gyulára. Jövünk a gyermek, van kiút a demográfiai katasztrófából címmel rendeztek könyvbemutatóval egybekötött konferenciát Békés Csabán. A tanulmánykötet tárgyalja a drasztikus népcsökkenés okait, illetve számos lehetséges megoldást is javasol a Békés megyét is érintő probléma hosszú távú megoldására. Ez a nap híre. A folyamatos népességcsökkenés volt a fő téma a pénteken rendezett konferencián Békés Csabán. 2019-ben jelent meg a Jövőnk a gyermek címmel az a tanulmánykötet, melyet pénteken a kormányhivatal belicei termében is bemutattak. A jelenlegi statisztikák szerint ugyanis a 35 és 44 év közöttiek 44%-ának nincs gyermeke, a 20-as éveikben járók 60%-a egyedül marad. 3300 településből 2000-ben csökken a népességszám. Éppen ezért van szükség az egyre alacsonyabb születésszám kiküszöbölésére. Az ezeréves múltunk, keresztény hitünk, kultúránk, nemzetünk megmaradásának záloga a gyermek. Ezt a célt szolgálja a családvédelmi akciókért is. A csoktól kezdve a nagyszülő ügyeden keresztül a 4 vagy több gyermekes édesanyák személyi jövedelemadó mentessége, nagyon ezen kell mondani, de a lényeg, hogy ide tartozik a hovaharra támogatás, és a különböző jelzálog hitelekhez nyújtott támogatás egyaránt, és ide sorolandó a bölcsödék és obodák megújulása is, több száz intézmény újulnak az országban, vagy újult meg az elmúlt években és a következő évben is. Évente 4000-rel csökken a lakosság száma a megyénkben, 1200 a költözések következménye, további 2800 pedig annak köszönhető, hogy kevesebben születnek, mint halnak meg, emelte ki Zalai Mihály a megyei közgyűlés elnöke. Én nem tapasztaltam még olyan belső megoldást, egy országunkra belső megoldást a fejlett nyugati világban, amely megfordította volna ezeket a folyamatokat, de mi magyarok sok ennél nagyobb és szárosabb tetrés képesek voltunk már a történelmünk során, és ennél könnyebb és egyszerű feladatba talán nem is érdemes belefogni. Mi azt hiszem, hogy közösen képesek vagyunk rá. A kötet bemutatóval egybekötött tanácskozáson elhangzott. Az eddigi családpolitikai intézkedések bár kedvezően hatottak, nem érték el a kívánt hatást, éppen ezért egy átfogó nemzeti népesedési stratégia kidolgozására van szükség. Tehát egy olyan paradigmaváltozást kívánnak elérni a szerzők, mely többek között a boldog anya-apa-gyermek kapcsolatra épül, és tartalmazza a család és a közösség védelmét, a nagycsaládos életpályamodellt. Helyben is, minden településen, minden egyházban, civil közösségben létre kellene hozni azokat a koncepciókat, azokat a stratégiákat, azokat elemezni a helyzetet, a helyi embereknek a problémáit, és ebben megszervezni a segítséget. És a harmadik pedig a közösségeknek az újraépítése, és egy olyan képzési rendszernek a kialakítása ennek a keretén belül, ami ezt a több generációs személyiségsérülést segíti orvosolni. Zseni Anna Mária pszichiáter kiemelte, a mindennapos stressz, a bizonytalanság és a félelemérzet is nagyban hozzájárul a népesség csökkenéséhez, mely a generációkon átívelő traumáknak is köszönhető. Azt találtuk, hogy a magyar nemzet vezető érzelmi állapota az a félelem és a fenyegetettség. Most ez egy nagyon súlyos diagnózis, mert hogy ahhoz, ennek az okait pedig a föl nem dolgozott halmozott traumatizációban találtuk meg. És ez azért izgalmas kérdés a demográfia szempontjából, mert ha egyéni családok sorsát nézzük, ahol súlyos traumák történtek, akkor is azt látjuk, hogy sorvad az egyéni család fája, szűkül, gyakran a negyedik generáció nem tud megszületni. A tanulmánykötet alkotója a pszichológia, szociológia, neveléstudomány, statisztika, demográfia és a szervezetfejlesztés módszertani innovációival kerestek rövid, közepes és hosszú távú megoldásokat a népességfogyás megállítására.
Tekintek rá, újabb 4 esettel nőtt a Békés megyében regisztrált koronavírusos esetek száma. Péntek reggelre az újabb 4 esettel immár 33 koronavírus fertőzöttet tartanak nyilván Békésben. Ez a szám azt jelenti, hogy március óta ennyien fertőződtek meg a megyében. Az aktív fertőzöttek száma ennél jóval kevesebb. Az utóbbi napok viszont jelentős emelkedést hoztak. Egy hete még 21 betegnél tartott a számláló. Pénteken országosan is komoly elmozdulás volt tapasztalható. Egy nap alatt 459 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki a koronavírus fertőzést. Ezzel 7382 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. A siló kukorica betakarítását végzik ezekben a napokban az Agrár ZRT munkatársai. A bő egy hetes munka után a napraforgót, majd a kukoricát és a szóját takarítják be. Elindult az őszi betakarítási szezon. Az Agrár ZRT munkatársai a napokban a siló kukorica betakarításával foglalkoznak. A gazdaság fő profilja a tejtermelés, ezért a gyulai cégnek a kukorica a legnagyobb területen termesztett tömegtakarmánya. Mintegy 300 hektáron termesztenek siló kukoricát, melynek betakarítását bő egy hét alatt végzik el. Ennél a munkánál két műszakban dolgoznak a gépek, hogy a nagy mennyiségű takarmányt be lehessen gyűjteni. A munkafolyamat során a kukoricát leszecskázzák, majd beszállítják, ahol betonfalak között egy silótárolóban tárolják a növényt. Ott feldúrják és betapossák. Egy ilyen 4000 tonnás befogadó szoba feltöltése 4-5 nap, vagyis 8-10 műszak. Ezt követően letakarják a tárolót, az érési folyamat pedig 6-8 hét. Ez egy erjesztett tömegtakarmány a siló kukorica, ahol nagyon fontos, hogy anaerob körülményeket, levegőtlen körülményeket kell biztosítanunk a baktériumok számára, ezért fontos a folyamatos tömörítés és folyamatos taposás, hogy ezek a baktériumok végezt tudják vinni a megfelelő erjedési folyamatot. Az időjárás kedvezett az Agrár ZRT-nek. Az egyik látványos pontja ennek az, hogy magasra nőtt a kukorica. Az igazság, hogy egy elég hosszú éven vagyunk túl, és meglehetősen vegyes időjárás volt az idei évben. Tavasszal az átlagosnál hűvösebb és meglehetősen száraz időjárás volt. Igazából meg is voltunk ijedve, hogy ez nem fog kedvezni majd a növénytermesztésnek. Aztán megérkezett a csapadék, a felmelegedés, és igazából egy elég jó növénytermesztési év kerekedett ki. A kukorica növények is, amint a képen is látszik, elég szépen megnőttek, és úgy néz ki, hogy jó termés várható mind mennyiségben, mind pedig minőségben. A soron következő munkák a napraforgó betakarítással folytatódnak, majd a kukorica és a szója következik. Emellett a hagyományos őszi talajmunkák zajlanak, majd az őszi búza vetésével folytatódik a program az Agrár ZRT munkatársai számára. Seres Zsolt elmondta, fejlesztések is zajlanak, napelemrendszert építenek, de folyamatosak a gépberuházások is. Közel 1 milliárd forintos fejlesztési forrást kap 9 Békés megyei projekt a korábban elnyert uniós pályázatok többlet támogatásaként. A gyulai önkormányzat, illetve a közüzemi Kft. Így összesen több mint 20 millió forinthoz jut. A települési vezetők, illetve a Békés megyei önkormányzat összefogásának köszönhetően csaknem 1 milliárd forint fejlesztési támogatáshoz juthat a megye több, a terület és település fejlesztési operatív programban már korábban finanszírozott projekt. Békés megyének eredetileg 58 milliárd forintos keretösszeg állt rendelkezésére. Ez az előző 2014-2020-as pénzügyi ciklusban azonban 71,2 milliárd forintra emelkedett a megítélt költségnövekményeknek köszönhetően. A területfejlesztési operatív programban az előző pénzügyi ciklusban, 14-20-as ciklusban eddig 71,2 milliárd forint pályázati támogatás érkezett a megyébe, és ezzel a költségnövekmény, megítélt költségnövekménnyel együtt pedig most már 1,7 milliárd az az összeg, amelyet erre a már megpályázott összegre kiegészítésképpen megkaptak az önkormányzatok. A közelmúltban született kormányhatározat alapján pedig csaknem 1 milliárd forint fejlesztési forráshoz juthat 9 megyei projekt a korábban elnyert uniós pályázatok többlet támogatásaként. A Békés megyei önkormányzat tájékoztatása szerint a legtöbb forrást, közel 40,5 millió forintot mezőberényt kapta a családbarát munkába állást segítő intézmények, szolgáltatások fejlesztésére. Sorban a második a gyulai közüzemi non-profit Kft., mely 15,5 millió forinthoz juthatott. A város önkormányzata pedig további 5 millió forintot kap.
Gyakorlatilag minden a területfejlesztési operatív programban megvalósított pályázat kaphat költségnövekmény kapcsán többlettámogatást. Ugye itt sok esetben 16-os és 17-es pályázati kiírásokról van szó, akkor készültek a tervek, és azokban az esetekben, ahol olyan arányú volt a költségnövekmény, hogy nem lehet már az elnyert pályázati pénzből, ami egyébként 100%-os támogatási intenzitású, tehát nem lehet ebből megvalósítani. Ebben az esetben az önkormányzatok, vagy akár egyesületek, egyházak, mint pályázók adhattak be költségnövekményre igényt, és ezeket a részben az irányítóhatóság, a pénzügyminisztérium 15%-ig, illetve ez 15%-ot meghaladja ez az összeg a pályázott, az elnyert összeghez képest, abban az esetben pedig a kormány hoz ezzel kapcsolatos döntéseket. Gyula mellett a Magyarországi Románok Országos Önkormányzata a Nagykamarás, Batonya, Kondoros, Gyoma Endrőt projektjei jutottak forrásokhoz. Idén Gyula volt az egyik helyszíne a Magyar Ifjak világtalálkozójának. Az eseményre a világ különböző országaiból érkeznek, magyar gyökerekkel bíró fiatalok, akik szerdán megnézték a várat és az almási kastélyt. Szerda reggel több mint 500 magyar fiatal érkezett Gyulára. Ezekben a napokban rendezik ugyanis a Magyar Ifjak világtalálkozóját. A járványhelyzet miatt ugyan nem volt egyszerű megszervezni az idei, immár 6. programsorozatot, de végül Mezőberényben találkozhattak a világ különböző országaiból érkező, magyar gyökerekkel bíró fiatalok, akik a szerdai napot Gyulán töltötték. Egy határon túlérő magyarnak ugye a Budapest és Balaton jelenti a magyarságot, vagy a Magyarországot, amikor eljönnek mondjuk hozzánk nyaralni. Ezt a tájegységet egy picit kihagyják, és én mindig szeretek olyan helyszínt választani, ahova kevésbé szeretnének elmenni, viszont rettentő sok szép és sok látni meg való van mondjuk a környéken. A MIVIT célja, hogy a Kárpát-medencében és azon túlélő magyar fiatalok egy tábor keretein belül ismerettségeket, barátságokat kössenek. Megismerjék egymás népszokásait, gasztronómiáját, hagyományait, és ha egy vékony szálon is, de újra kapcsolódjanak a magyar gyökerekhez. Tulajdonképpen ez arról szól, hogy itt az 56-ban meg a világháború után kiemigrált magyar embereknek az unokáiról beszélünk, második generációról, ők vagy beszélnek magyarul, vagy már nem, de mindenképpen még a szülei, nagyszülei miatt még azért őrzik az identitásukat, illetve magyar közösségekbe járnak, és úgy érezzük, hogy ha őket egy kicsit Magyarország, az anyaország felé tereljük, akkor hát, ha egy picit az ő gyermekeik sem szakadnak el az anyaországtól. A gyulai programok a fiatalok számára pozitív élményekkel zárultak, többen is úgy tervezik, hogy visszatérnek majd a térségbe. 13 elismerést adtak át a csütörtöki megyegyűlésen. Rövid hírek következnek. Csütörtökön tartotta ünnepi közgyűlését a Békés megyei önkormányzat Békés Csabán, a kormányhivatal belicei termében. A koronavírus terjedésének megelőzése érdekében tett intézkedéseknek köszönhetően idén kétszer annyian, összesen 13-an részesültek elismerésben. Takács Árpád kormány megbízott kiemelte, Békés megye bizonyította, hogy figyelemmel és fegyelemmel össze tud fogni. A járvány idején kiemelkedő munkát végeztek a pedagógusok, az egészségügyben, a kereskedelemben és a szociális szférában dolgozók, a rendőrök, a tűzoltók és a katonák. Hozzátette, a díjazottak olyan hétköznapi hősök, akiknek nem hétköznapi tetteit ismeri el a megyei önkormányzat. A csütörtöki eseményen elsőként a Békés megyei önkormányzat közgyűlése által alapított elnöki elismeréseket adták át. Ezt a kitüntetést azok kaphatják meg, akik Békés megyében hosszú ideje, legalább 10 évek kiemelkedően magas színvonalú munkát végeznek az élet bármely területén, vagy egy cselekedettel a megye jó hírnevét törekbítették. Ebben az évben Krizsán Jánosné, Oltjánú Júlia, Bajkán György,
Csendes Csaba, Mészáros László és Pelleg József érdemelte ki az elismerést. Békés megyeért kitüntetést vehetett át Kara Ágnes Mónika, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság megyei kirendeltségének igazgatója, Becsei László, a Békés megyei központi kórház főigazgató főorvosa, Durai Gergő, az Orosházi kórház főigazgató főorvosa, Kárász László, az Országos Mentőszolgálat Délalföldi regionális mentőszervezetének megyei vezető mentőtisztje, Sárosi Tamás megyei tiszti főorvos és Polyák József Zsolt rendőrdandártábornok, Békés megye rendőr főkapitánya. Polgárokért címet érdemelt ki Izsó Gábor, aki 2006 és 2019 között volt Békésváros polgármestere. Az ünnepi megyegyűlés a szombati megyenaphoz kapcsolódott, melyet idén rendhagyó formában rendeznek majd meg, betartva az egészség megőrzése érdekében hozott rendeleteket. Egy határon átnyúló pályázat gyulai állomásaként rendeztek lakossági fórumot csütörtök délután a Békés megyei központi kórház Pándi Kálmán takkórházának árvai termében. A projekt célja az, hogy fejlesszék az egészségügyi szolgáltatásokat Temes és Békés megye két gyógyító intézményében, nagy hangsúlyt fektetve a szív- és érrendszeri, valamint perifériás érrendszeri betegségek megelőzésére, diagnosztizálására és kezelésére. Fogunk még legjobb halálokat, daganatos megbetegedések mellett a kardiovaszkulális megbetegedések általhozott halálozás. Az egészségfejlesztési célú első lakossági fórumon szakemberek tartottak előadást, hogyan előzhetjük meg a szív- és érrendszeri és perifériás érrendszeri betegségeket címmel. Jambrik Zoltán, az invazív kardiológia részlegvezető főorvosa, a modern kardiológiai vizsgálómódszerekről és a nem gyógyszeres kezelésekről beszélt. Hipertónia, korunk néma gyilkosa, amit tehetünk és amit nem címmel, Nagy Krisztina, kardiológus főorvos tartott tájékoztatót. A hipertónia, vagyis a magas vérnyomás a magyar lakosságot nagy mértékben érinti. A felmérések azt mutatják, hogy mintegy 1 millió magyar ember él magas vérnyomással úgy, hogy nem tud róla. Márk László belgyógyász kardiológus főorvos az érelmeszesedéssel foglalkozott. A lakossági fórum azt a célt szolgálta, hogy az emberek minél több ismerettel bírjanak az említett betegségekről. A Diabolo Alapítvány ebben az évben is támogatta a diabéteses gyermekek iskola kezdését. A tanév kezdete előtt ismét egy közös program során találkozhattak egymással az érintettek. Az alapítvány az általános és középiskolás, valamint a felsőfokú tanulmányait elkezdő fiatalokat is segítette. A legtöbb Diabolo tarisznya egy 25 000 forintos támogatást tartogatott, az egyetemet elkezdő fiatalokat pedig 50 000 forinttal segítették. A Diabolo Alapítvány ezt a formájú támogatói kezdeményezését pár évvel ezelőtt indította útjára. Ezt megelőzően a szükséges összeget egy jótékonysági bálnak köszönhetően gyűjtötték össze. A rendezvény azonban a vírushelyzet miatt idén elmaradt. Ekkor nyílt lehetőség arra, hogy egy pályázati támogatásnak köszönhetően idén is megrendezzék a Diabolo becsengető programot, az alapítvány pedig sikeresen pályázott. A szervezet elnöke elárulta, idén a diabéteszesek is nehéz helyzetbe kerültek. Amennyiben minden jól alakul, a következő évben már megrendezik a Diabolo alapítvány jótékonysági báját, ahol bárkinek lehetőség nyílik arra, hogy segítse a diabéteszes gyermekeket. Időarányosan több zöld rendszámot adott ki a kormányhivatal idén, mint tavaly. Lapszemle következik. Egyre több az e-autó Békésben. Tavaly 73, idén az első fél évben 49 zöld rendszámot adott ki a kormányhivatal, közölte a BEOL. Az elektromos járművek vásárlásához jelentős állami támogatás is jár. Fejlesztés a kardiológián. Az orvosházi intézményben a központi orvosi oxigénhálózatot bővítették. Az Oroskafé arról számolt be, hogy a Békés megye összefog akció keretében a megyei önkormányzat 600 000 forintos támogatást utalt az Orosházi Kórházért Alapítvány számlájára. Elbúcsúztatták a nyarat. Hálaadó szentmisével, közös bográcsozással, játékokkal, tánccal és kutyás bemutatóval búcsúztatták a nyarat a hívek Algyőn. A szegedcsanád.hu azt írta, ezzel az eseménnyel igyekeztek pótolni az elmaradt napközis tábort. Állatkertek éjszakája Szarvason. Számos érdekességet kínáltak a látogatóknak a késő délutáni éjszakai programon, írta a kmnp.hu. Sötétedés után került sor a farkas vacsorára, ahol a 4 hónapos Ajsa és Kurszán a park szürke farkasai kapták meg a jól megérdemelt marha cupákokat.
Vasárnap este, hétfő reggel ugyan hideg front érkezhet, addig viszont marad a kifejezetten meleg idő. A jövő héten is kellemes, nyárias hőmérséklet uralkodik. Szombaton folytatódik a napos, száraz idő. A hőmérséklet az éjszakai 13 fokról, kora délutánra 29 fokig emelkedik. Vasárnap is sokat süt a nap, estére hideg front érkezhet. A hőmérséklet 14 és 31 fok között változik. Lássuk még egyszer mai híreinket. Jövünk a gyermek. Demográfiai kérdésekről rendeztek konferenciát Békés Csabán. 4 újabb eset. 33 koronavírus fertőzöttet tartanak nyilván Békés megyében. Betakarítják a Siló kukoricát. Két műszakban dolgoznak a Gyulai Agrár ZRT munkatársai. Újabb források érkeztek. Közel 1 milliárd forint többlet támogatás jött Békés megyébe. Különleges programok. A világ 12 országából érkeztek magyar fiatalok Gyulára. A híradót látták, most az értékőrző következik. Nézzék híreinket, videóinkat a közösségi médiában és a gyulatelevízió.hu oldalon is. További jó tévézést kívánunk, köszönjük figyelmüket!